Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az Anyó Show konyhájában. Ma egy süti receptet hoztam nektek ismét. Itt láthatjátok is a hozzávalókat. Ennek a sütinek a neve kráter szelet. Sokan boci szeletnek is hívják, de mi itthon így hívjuk. Ez egy nagyon egyszerű, finom sütemény, nyári napokra tökéletes. Aki kíváncsi arra, hogy hogyan is készítem el, az tartson velem. Elsőnek is a pudingokat fogjuk elkészíteni. Mi most ilyen penisből készítjük, de ti bármely pudingfajtából készítetitek. Mi nekünk most erre esett a választásunk. Mi a pudingot, vagyis én úgy készítem, hogy egy nagyon pici kis tejben kikeverem a pudingfort. Mi most ugye két csomag pudingfort fogunk használni. Ezt belöntöm. Ezt is. Csak ilyen. Így. Majd reméljük, hogy jönni. Jó. És ezt 5 kanál cukorral ki fogjuk keverni. 1, 2, 3, 4, 5, és ezt most simára fogjuk kikeverni. Mindenféleképpen fontos az, hogy simára keverjük ki, mert akkor a pudingunk nem lesz csomós. Így állunk. Most egy kicsit keverni kell, ahogy láthatjátok. Már eléggé jó. Ugye már kikavartuk a pudingot, és most 900 ml tejet elkezdünk felforralni, mivel ugye ebbe fogjuk belönteni pudingot, és majd csak akkor, hogyha elkezd majd forni a tej. Na már el is kezdett forni a tejünk, most szépen belöntjük a pudingot, és ezt folyamatosan kavarni kell, mivel hogyha nem kavarjuk, akkor leragad. És nem sokáig jövök vissza nektek a végeredményen. El is készültem a pudinggal, most ezt hagyjuk kihűlni, és addig a tésztát fogjuk elkészíteni. Most a tésztát fogjuk elkészíteni. Az első lépés, 5 darab tojást, széjjel fogjuk választani a sárgáját és a fehérjét. Ha ezzel megvagyunk, akkor a tojás sárgájához hozzáadunk 250 g kristálycukrot, és ezt habosra fogjuk kikeverni. Miután elkészült, nem soká jövök vissza. El is készültem, és miután ilyen állagot kaptatok, hozzáadjuk a 100 ml tejet, és a 100 ml olajat. És ezzel is egy kicsit keverjük. Miután kikevertük a tojássárgájákat, most 250 g liszthez fogunk hozzáadni egy csomag sütőport. És 3 kanál, evőkanál, kakaóport. És ezt egy kicsit összedolgozzuk, elkeverjük benne. És most, hogy elkevertük, így a masszába fogjuk beleszitálni ezt a lisztes, kakós, sütőporos lisztet. Jó.
most ezt el fogjuk keverni, ezt a masszát. El is készültem, körülbelül ilyen állagot kell elérjetek, kapjatok. És most a tojás fehérje habokat fogjuk felverni, és már csak annyi dolgunk lesz, hogy hozzá fogjuk adni a masszához. És miután ezzel is megölennénk, hozzá fogjuk adni a tojás fehérjét a masszához. De óvatosan, mivel hogy ne törjenek a habok, mert hát akkor nem fog feljönni a tészta. Szép óvatosan elkeverjük. El is készültem, láthatjátok, hogy a tésztának a zálaga változott, már nem olyan masszív, mint amilyen volt, és már egy kicsit folyékonyabb is lett. És most a tepsit a sütőpapírral már ki is béleltem, és most a tésztát fogjuk beleönteni. És mivel fakanállal azokat a részeket már nem tudom kiszedni, ezért egy ilyen lapát segítségével, ilyen szilikonos lapát segítségével ki fogom venni. Na hát nem pocsékolunk. És most a pudingot fogjuk ráhelyezni, amit elkészítettünk. Mindenhova rakunk egy kicsit. El is készültünk, vagyis még nem, mert még ugye még meg kell sütni. Annyit szerettem volna még mondani, hogy én egy kicsivel több pudingot főztem ki. Nem tudom pontosan mennyivel, de ti készíthetitek kevesebbel is. Nem muszáj két csomagból készíteni, szerintem egy és fél csomagból bőven elég. De hát amúgy meg úgy is meg fogják enni a gyerekek, szóval pocsékkal nem fog menni. És most látjuk ezt a két csodát sülni. Már elő is melegítettem a sütőt, és most 165 fokon fogjuk sütni légkeverésesen, és addig fogjuk sütni, még több próbáig. És jövünk vissza nem soká. És miután betettük a sütit sülni, addigra a tetejére el fogjuk készíteni ezt a masszát, vagyis pontosan van ilyen cukros mászt. 400 g tejfölhöz fogunk hozzáadni két csomag vaníliás cukrot.
és 5 evőkanál kristálycukrot. És ezt most ki fogjuk találni. Egyébként ezt forrón kell rátenni, és miután rátettük, még egy 2 percig visszarakjuk a sütőbe sülni, és akkor így rá fog így száradni, úgymond gyermeki. Ahogy néztem, már meg is sült a süti, és most a cukormázt fogjuk rákenni. És most rákenjük a cukormázt, és utána még 1-2 percre még visszarakjuk a sütőbe sülni, és készen is van. És most rákenjük. El is készültem, és most egy ilyen 2 percre visszarakjuk még a sütit sülni, és jövök vissza nem sokára. El is készültem, akinek tetszett a recept, az próbálja ki. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!